A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, a köztér stúdiónk vendége Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a Honvédelmi Minisztérium miniszter helyettese, államtitkár. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és nagy tisztelettel köszöntöm a fehérvári nézőket. Első alkalommal beszélgetünk itt, onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag régi új pozíciót tölt be a kormányban, így 2022-ben is. Örült, hogy megtalálta ez a feladat? Igen, én nagyon szerettem ezt csinálni. 6 éven keresztül voltam a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, és később miniszterhelyettese. De nagyon szerettem azt a 4 esztendőt, amit a külügyminisztériumban töltettem Szijjártó Péter miniszter úr mellett, egy másik pozícióban, egy egészen más területért felelősen, de nagyon nagy élmény volt, egy más világ, a Duna túlpartja, de a külügyek, külgazdaság, a polgári hírszerzés világa, azért való felelősségvállalás. Ez azt hiszem, hogy nagyon szép és nagyon tartalmas, és jó rég, 4 éve volt az életemnek, és nagy örömmel vállaltam természetesen ezt a régi új pozíciót. Miniszterelnök úr úgy döntött, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf fogja vezetni a Honvédelmi Minisztériumot, ő lesz a honvédelemért és most már a sportért is felelős miniszter, és úgy is döntött miniszterelnök úr, hogy én segítsem miniszter úr munkáját azzal a tudással és tapasztalattal, amit az elmúlt években szereztem, és országgyűlési képviselőként, parlamenti államtitkárként segítsem miniszter úr és a minisztérium munkáját. Ez is ugye egy komplex feladat. A korábbi időszakhoz képest azért alakult a világpolitika, alakult egy csomó tényező, nagyon sok minden megváltozott. Mik azok, amik új kihívások lesznek Ön szerint? Nyilván ugye a háborús helyzet és még talán sok. Igen, sokkal nagyobb, és természetesen egészen más kihívás, mint 2012-ben, amikor először lettem parlamenti államtitkár a Honvédelmi Minisztériumnak. Egészen más helyzet volt. 10 évvel ezelőtt jártunk egész más gazdasági, politikai viszonyok között voltunk, sokkal, és nekem semmi tapasztalatom nem volt egy parlamenti államtitkári munkáról, akkor ezt meg kell tanulni. Ma ezzel a tapasztalattal egészen más kihívások előtt állunk, a szomszédságunkban háború dúl, látjuk, mi történik a gazdaságban, a magyar gazdaság nagyon jól teljesít, de a háború miatt is az infláció réme is itt van a közelünkben, a különböző szankciók, a legutóbbi szankciós csomag, hogyha megvalósul abban a formában, ahogy ezt az Európai Bizottság tervezte, akkor valóban egy atombomba lett volna, a magyar gazdaságra ledobott atombomba lett volna a hatásában. Ezt szerencsére miniszterelnök úr kitartásának és a magyar kormány kitartásának köszönhetően elkerültük, de számos kihívással nézünk szembe. A veszélyek és a járványok korában élünk, és a veszélyek és a járványok kora áll előttünk. És hogyha veszélyek leselkednek ránk, kihívások, a migráció nem tűnt el, nem szűnt meg, a járvány sem tűnt el, és hogyha a migrációs számokat és a magyar határon megjelenő migránsok számát és az ő próbálkozásaik határon való átjutásuk próbálkozásainak számát nézzük, akkor ez folyamatosan növekszik, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez megszűnt. A biztonsági kihívásokkal nézünk szembe, tehát nagyon fontos, hogy a
Magyarország biztonságát és békéjét garantálni tudjuk minden tekintetben, ezért egy erős magyar honvédségre van szükségünk, ezért folytatni fogjuk azt a megkezdett Zrínyi haderőfejlesztési programot, amelynek eredményeképpen már számos fejlesztés lezajlott, számos eszközt beszerzett a magyar honvédség. Igen, ez is egy különbség, nem? A 2012-es évhez képest, hogy azért azóta ez a Zrínyi haderőreform azért már ért el eredményeket, nem? Hát én bízom benne, hogy nem csak a fehérváriak, a magyar emberek is érzik és látják, hogy milyen sokat változott a magyar honvédség, és mennyivel erősebb és felkészültebb. Azért emlékszem, hogy 2010-12 körül 250-300 milliárd forint volt a Honvédelmi Minisztérium éves költségvetése, és ez a jövő esztendőben 1400 milliárd forint, ami jelentős növekedés, és nagyon lassan, de biztosan közelítjük a GDP arányos 2%-os költést, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben mindenki, a székesfehérváriak is tudják és értik, hogy miért van szükség a honvédelmi kiadások növelésére. Tagjai vagyunk egy szövetségnek, tagjai vagyunk egy erős szövetségnek, tagjai szeretnénk maradni. Én azt gondolom, hogy Magyarország olyan megbecsült tagja a NATO szövetségének, amelyben a szövetségesek mindig számíthattak és számíthatnak Magyarországra, de ez a NATO szövetség nem úgy védi meg Magyarországot és védi meg a tagországokat, hogy ha történik valami, akkor majd jön valami harmadik személy, egy harmadik erő, a NATO, hanem a szövetség tagjai. Tehát a NATO ereje az nem valahol van tőlünk távol, valami tőlünk független dolog, hanem ez mi magunk vagyunk. Tehát amikor mi a magyar honvédséget fejlesztjük, a magyar honvédség képességeit fejlesztjük, akkor a NATO képességeit is fejlesztjük. Van még előttünk feladat, ezért is megtiszteltetés, hogy én ezt a munkát csinálhatom, mert azt hiszem, hogy nincs nagyszerűbb és felemelőbb dolog annál, mint a hazát, a nemzetet szolgálni azzal, hogy erőssé tesszük, és a magyar emberek békéjét és biztonságát védhetjük. Kell fejlesztenünk a honvédséget, nagyon sok fiatal katonára van szükségünk, olyanokra, akik vállalják akár hivatásosként, akár tartalékosként a katonai szolgálat, akik úgy érzik, hogy van bennük hit, erő, elszántság, hogy ezt az országot, ha baj van, akkor megvédjék. Ez a másik olyan terület, amin azt hiszem, hogy nagy változások történtek, mentek végbe az elmúlt időszakokban, az elmúlt mondjuk egy évtizedben, hiszen azért a társadalmi elfogadottság, a megítélése, úgy egyáltalán a katonai életmód pálya az szerintem ég és föld ahhoz képest, hogy mondjuk a 2010-es években milyen volt, illetve hogy ma mennyire vonzó ez a pálya. Igen, azt hiszem, hogy sokat léptünk előre ezen a területen, de van még előttünk tennivaló. Az egyik a feladat egyik része, amit a miniszter úr megbízott, ami általánosságban a parlamenti államtitkár és miniszterhelyettes feladatköre is szokott lenni, bár ezt nem szeretem, hogyha valamire sokat mondjuk azt, hogy ezt így szoktuk csinálni, mert mindig úgy kell csinálni, ahogy az adott pillanatban, az adott helyzetben helyes és célra vezető. De valóban nagyon fontos a katonai örökség, és nem csak ápolása, és nem csak ébrentartása, hanem a katonai örökség továbbvitele. Szándékosan nem arról beszélünk, hogy a múlt, mert a múlt szó használata azt érzékelteti, és azt sugallja, hogy beszélünk valamiről, ami valamikor régen megtörtént, a múlt lezárult, és magunk mögött hagytuk. Az örökség szó azt hiszem, hogy sokkal-sokkal jobban érzékeltető, hogy mire gondolunk, mert az örökség az valami, amit kaptunk az őseinktől, most a miénk, valamit kell vele tennünk,
ezért kell vele valamit dolgoznunk, kell nem csak ápolni, hanem a legfontosabb, azt tovább is fogjuk adni. Tehát ez nem egy lezárult, elfeledett és elmúlt dolog, hanem valami élő, ami van most is, volt a múltban is, és lesz a jövőben. És azért gondolom ezt a ma különösen fontosnak, hiszen a katonai örökségünk, itt a fehérvári katonai múlt megértése és átélése nyomán kelthetjük fel a fiatalokban azt, hogy igen, ez fontos, ezt én is szeretném csinálni. Szent Istvántól évszázadokon keresztül ez a város katonákat nevelt. Ez egy katonaváros volt, gondoljunk Varkocs Györgyre csak, vagy a közelmúltban az első és második világháború hőseire. Rengeteg fehérvári fiatal katona szolgálta a hazát, és áldozta életét a hazáért, és ennek az örökségnek a megértésén keresztül szeretnénk vonzóvá tenni ezt a pályát. Természetesen a jelennel is, azoknak a képességeknek a megmutatásával és megismertetésével, amelyekkel a honvédség rendelkezik, és a jövőben majd rendelkezni fog, mert az is nagyon izgalmas, modern fegyverek és képességek egyrészt nagyon nagy tudást igényelnek, és ugye beszélünk hibrid, aszimmetrikus, kiberhadviselésről, egészen más módszerekkel és más frontokon, más hadszíntereken folynak a háborúk, mint az első és a második világháborúban. És ez nagyon izgalmas dolgok lehetnek egy fiatalnak ezeknek az eszközöknek a kezelése. Nyilván más képességet, más készséget, más gondolkodásmódot is igényel ez. Igen, ezt is meg kell ismertetnünk, és ez így a kettő, azt gondolom, hogy lesz a fiatalok számára egy olyan kép, ami felkelti bennük a vágyat, hogy igen, akkor ezt ők is szeretnék csinálni. Mennyiben segíti vagy támogatja a munkáját az, hogy amit említett is, hogy Székesfehérvár azért egy nagy múltú katonaváros? Hát azt hiszem, hogy nagyon nagy mértékben. Ez egy fontos dolog. Én is tudom, hogy honnét jöttem, hova tartozom. Sőt, hát tanárként is már kapcsolatban állt a honvédséggel, 13 évig Székesfehérváron magyar katonatiszteket és akkor még tiszthelyetteseket tanítottam angol nyelvre, hiszen 1990 után, 91-ben kezdtem ezt a munkát. A szovjet típusú és gondolkodásmódról és akkor még néphadseregről át kellett térni a magyar honvédség gondolkodásmódjára, és meg kell tanulni angolul, így is NATO kompatibilissé kellett lennünk, és aztán 1999-ben csatlakoztunk is a NATO-hoz. Én bízom benne, hogy sikerült nagyon sok fehérvári tisztet és tiszteletest megtanítanom angolul, vagy legalábbis fel kell tenni bennünk a vágyat, hogy milyen jó lenne angolul beszélni, és én hálás vagyok ezért a 13 évért, és a sok barátságért azoknak a tanítványaimnak, hiszen én megtanultam tőlük valamennyire katonául gondolkozni. És azt hiszem, ez nagyon-nagyon nagy segítség az én munkámban. Segítség volt az első 6 évben is, és bízom benne, hogy tudom hasznosítani azt, amit tőlük tanultam a következő 4 esztendőben is. Nyilván, ahogy beszélgettünk, és hogy a beszélgetésünket indítottam, ön Székesfehérvár országgyűlési képviselője. Mire lehet számítani, mit hoz az elkövetkező időszak Székesfehérvár számára? Azért itt van egy nagyon-nagyon-nagyon sok fejlesztés, ami már elindult, ami el fog indulni. Ezeket hogy látja, hogy fognak alakulni? Igen, Székesfehérvár, ezt a várost képviselni a Magyar Országgyűlésben én már 12 év, az óriási megtiszteltetés, nagyon nagy feladat. És én igyekszem mindkét feladatot úgy ellátni, hogy mind a kettőnek meg tudjak felelni. A parlamenti államtitkárság és a miniszterhelyettesség, azt gondolom, hogy nagyon sokat segít, sokan azt gondolják, de hát két dolgot nem lehet egyszerre csinálni. De azt gondolom, hogy az a lehetőség, az a
az a, amit, a, amit az államtitkárság és a miniszterhelyettesség ad, az nagyon-nagyon sokat segít egy országgyűlési képviselőnek. Jól kell tudni élni a lehetőségekkel és a helyzetekkel, és ki kell használni az ebből fakadó, mandivatos szó szinergiákat. Lobbyerőt akár. A lobbyerőt, igen. Én ezt tettem az elmúlt években is. Felhasználtam a lehetőségem, és kihasználtam a lehetőséget Székesfehérvár javára, hogy ezek a fejlesztések megtörténjenek, hogy a kormány támogassa ezeket a fejlesztéseket, amiket kitaláltunk, akár a Modern Városok programjáról beszélünk, akár más fejlesztésekről, az Árpádház programról. Ezeket folytatni fogjuk, épül a déli összekötő út, előttünk áll az Osan körforgalom bővítésének megvalósítása, az M81-es, a negyedik autópálya lehajtó megépítése, és ezzel az egész Osan körforgalom tehermentesítése, előttünk áll, küszöbben áll az intermodális központ megépítése, amivel összekötjük, és egy helyre visszük az autósokat, a vonattal érkezőket, a busszal érkezőket, és nagyon-nagyon rövid gyaloglás után az egyikkel érkező eléri a másik közlekedési eszközt, hiszen erre azért is szükségünk van, hiszen Fehérvár az, ami egy fantasztikusan erős ipari, gazdasági központ, kulturális központ, nagyon-nagyon sok vidékről érkezővel, akik itt dolgoznak, több mint 30 ezeren érkeznek a mi agglomerációnkból a városban nap mint nap dolgozni, hozzák ide a gyerekeiket, jönnek szórakozni, jönnek a mi színházunkba. Tehát napközben nagyon sokan vagyunk, és közlekednünk kell, fejlődnünk kell. Itt előttünk áll az Öreghegy utak fejlesztése, utakat kell fejlesztenünk. Ez a város nem lesz, nem, a belvárosa nem lesz nagyobb, ez egy középkori város mag, nem lesznek szélesebbek az utcák. Neked nyilván az útrendszer is egy adott útrendszer. Az útrendszer is adott, a mi városunk aszimmetrikus, hogyha a belvárosból elindulunk nyugat felé a Palotavároson keresztül, 10-15 perc séta, és ott vagyunk a palotavárosi tavaknál. Ha az ellenkező irányba keletre indulunk, mire elérjük az Aranybulla emlékművet, hát gyalog az több mint egy óra. Igen, azért az hosszabb biztosan idő. Ez aszimmetrikus a város. Hogyha északra indulunk, az Icsi-ligetből a Móri út, Székesfehérvár vége táblánál vagyunk autóval 2 perc alatt. A másik irányban sokkal tovább tart az út. De ki kell használni a lehetőséget, és ami a nehézség, azokat pedig le kell gyűrjünk, és meg kell oldanunk. Nyilván nem egyedül, ez egy csapatmunka, ezt mindig elmondtam polgármester úrral, Andrással együtt dolgozunk ezért a városért, Andrással és a csapattal, az ő csapatával, az én csapatom, mindannyian ezen dolgozunk, ezért a városért dolgozunk, és valóban 100 000-en vagyunk, akik ezért a városért dolgoznak, élnek, halnak. Most ugye nagyon sok közlekedést érintő fejlesztésről beszéltünk már, de ne feledkezzünk meg, hogy ott van például ugye a Szent György Kórháznak a kérdésköre, ahol egy valóságos, nagyon-nagyon modern, tényleg 21. századi épület készülhet el most már tényleg hamarosan. Igen, sokat vártunk rá, hiszen 2010 előtti szocialista kormányok döntései nem voltak biztatóak, hiszen a Pólus kórház, mint az azt követő szűkebb struktúraváltó elképzeléseket egyetlen tolvonással áthúzták, és aztán hiába volt a 2010-ben hivatalból lépő Orbán Viktor vezette kormány első döntése, hogy ezt a fejlesztést megkezdessük. 2015-ben épült fel az első tömb, most építjük a másodikat, az alapkövet már letettük, és bízunk benne, hogy valóban egy olyan 21. századi kórház tömb épül, több épület egymással összekötve, amely nem csak ezt a várost, a mi városunkat, hanem a megyét, a mi megyénket és az egész régiót
fantasztikusan magas szinten azzal az orvosi és ápolói tudással, amivel itt mi orvosaink és ápolóink rendelkeznek, ki fogja tudni szolgálni, és meggyógyítja a betegeinket. Aztán, hogyha tovább megyünk a kórházon túl, ugye ott a parkoló kérdéskört is sikerült rendbe tenni, de akár a légtechnikára is gondolhatunk. Igen, a közlekedéssel mindig együtt jár a parkolás kérdése. Ugye minden jó jár valami nehézséggel, vagy okoz valami nehézséget. Székesfehérváron a KSH adatai szerint is a jövedelmek igen magasak. Ez lehetővé teszi, hogy a családok ne csak az első, hanem a második, vagy esetleg a harmadik autót is megvásárolhassák, amivel egyrészt közlekednek, másrészt parkoló is szükséges az autóknak. És egy kórház nem kórház akkor, hogyha ha jó ellátást biztosít ugyan, de mint egy hotel nem kényelmes és nem élvezhető, tehát nyáron hűteni kell, télen pedig fűteni kell, és ezért örülünk, hogy ennek a programnak részévé tudtak tenni a légtechnika. A régi épületekben a légtechnika teljes cseréjét, mert azt gondolom, hogy a komfort érzés is nagyon fontos. Különösen a beteg embernek, hiszen amikor valaki betegen fekszik a kórházban, akkor elesett és különleges bánásmódot és gondoskodást igényel, és ez teljesen természetes így. A kórházon túl az oktatás területén is voltak már érzékelhető változások, és egy kicsit ott átalakult a középiskolai kampuszprogram, de nagyon fontos fejlesztések lesznek az oktatási fronton is. Igen, átalakult, mert át kellett, hogy alakuljon, át kellett, hogy alakítsuk. Elkészült a Szent Imre általános iskola, és a jövőben gimnázium és óvoda épülete. Épül a Cisztergimi, ami azt gondolom nagyon fontos számunkra, hogy az egyházi intézményeket is tudtuk támogatni. A Reformátusok iskolája is bővült és elkészült, és az állami intézményeinket is fel tudjuk újítani, meg tudjuk újítani, és úgy állítottuk össze ezt a programot, hogy szinte minden általános iskola, középiskola részesül, mindegyikben tudunk valamilyen fejlesztést elindítani, és aztán természetesen lépünk tovább. Ugye sokszor megkérdezik, hogy jó, ezt az iskolát, most épül a Kodály, oké, de mi van a Táncsicssal? Mi van a Vasvári? Igen, a Vasvárit is fel fogjuk újítani. Jó, és azt hiszem az a végleges döntés, hogy a Vasvári a helyén marad. Én különösen örülök neki, mert 1987-ben ott kezdtem a tanári pályafutásomat. És az első az mindig emlékezetes és fontos az ember életében. Tehát ott marad és ott újítjuk meg fogjuk újítani a Teleki gimnáziumot, az általános iskolákat is szépen lassan, csak kicsit türelmesnek kell lennünk, a forrásokat egyszerre nem fogjuk tudni megszerezni, de igyekszünk minden városrészben, minden iskolában, és nem csak az iskolákban, hanem minden városrészben egy ciklus alatt ebben az elkövetkezendő 4 évben előrelépni. Nem csak a városrészekben, meg nem csak az iskolákban, de hogyha mondjuk beszéltünk már egészségügyről, közlekedésről, egy kicsit beszélgessünk a kultúráról, hiszen van nekünk egy csodálatosan megújult rendházépületünk, van egy Árpádház programunk, ami szintén fontos feladata volt. Igen, két évig kormánybiztos, előtte miniszteri biztosa voltam az Árpádház programnak, amelynek természetesen nincsen vége, nem lett vége azzal, hogy a volt Ciszter Rendház, a Szent István Király Múzeum főépülete megújult. És nagyon örülünk, hogy lassan 25 ezredik látogatót köszönhetjük ebben a múzeumban, egy olyan fantasztikus kiállításban, amely egyedülálló. Nem volt még ilyen, és azt gondolom, hogy hosszú évtizedekig nem lesz még ilyen kiállítás, amely az Árpádházi királyok művét ilyen átfogóan, ilyen tárgygyűjteménnyel bemutatná.
erre büszkék vagyunk, de épül a volt köztársaság mozi épület, amely a bazilika történeti kiállító hely lesz, és a bazilika köveit fogjuk tudni benne bemutatni, otthont ad majd a kutatóintézetnek, az Árpádok korát fogják kutatni. És én nagyon örülök, hogy Csák János, aki a kulturális és innovációs miniszter lett, és egy fantasztikus ember, tényleg az ő maga az innováció is, és a kultúra is, az ő élete és az életműve. Ez a két dolog, ha valaki azt gondolná, hogy kerül egymás mellé a kultúra és az innováció, azt hiszem, hogyha Csák János életét áttekinti, és megnézi ezt az életművet, akkor igen, ott találkozik, és én nagyon-nagyon örülök, hogy miniszter úrral beszélgettem, amikor az államtitkári kinevezésen természetesen a miniszterek is jelen voltak, és a beszélgetésben miniszter elmondta, hogy igen, nagyon fontosnak tartja az Árpádház programot. Elmondhattam neki, hogy mit végeztünk eddig, és természetesen meghívtam, hogy jöjjön el, legyen a vendégünk, nézze meg az Árpádházról szóló kiállításunkat, nézze meg Fehérvárt, és nézze meg, mi minden történik ebben a városban, kulturális területen és az innováció területén, és én bízom benne, hogy a közeljövőben vendégül láthatjuk miniszter úrt, és nem csak megmutathatjuk neki, hogy ez egy milyen fantasztikus város, egy 1000 éves múlttal, és egy fantasztikus jelennel, és reméljük jövővel. Fantasztikus kilátásokkal. És reméljük jövővel, ami előttünk áll, ha nem csak megnézi, hanem együtt gondolkodva új irányokat is találhatunk, mind a kultúra, mind pedig az innováció területén. Úgyhogy nagy szeretettel és boldogan várjuk miniszter urat. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lettem. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.